Én körülbelül 30 éves koromig nem is akartam gyereket, tehát így konkrétan mondtam, hogy nekem nem lesz. Utána úgy elkezdett azért felcsillani a remény, legalábbis anyukám szemszögéből, hogy lesz esetleg unokája. Akkor már így nem volt annyira reménytelen ez a helyzet, de hogy így sosem volt az, mint sok nőnél, aki ősanyának születik, hogy majd, ha gyerekem lesz, majd akkor ezt csinálunk, így lesz, úgy lesz, amúgy lesz. Ez így sosem volt. Hát lett egy párom, akkor hosszú távú kapcsolat, minden, és akkor ő nagyon szeretett volna a gyereket, én meg már akkor úgy voltam, hogy igazából nem vagyok ellene, de még nem tudom elképzelni, hogy ez így hogy, meg úgy egyáltalán a várandóság, úristen a szülés, úristen. Hát én alapvetően egy ilyen sportos közegből jövök, és akkor ott ugye a test az nagyon hangsúlyos szerepet kap, ugye a sport, meg hogy ezáltal hogy nézünk ki, tehát hogy ez nekem teljesen, hogy úristen, mi lesz itt, hát ha én egyszer várandós leszek, hogy fogok kinézni, mi történik a testemben, meg egyáltalán. És akkor volt egy pont, hogy találkoztunk a párom egy ismerősével, akinek volt egy 2 év körüli kislánya, és találkoztunk velük az utcán, és így nekem kell egy ilyen, úristen, de cuki. És ott teljesen beütött, tehát hogy ilyen, hogy akkor, hát akkor nekem kell egy ilyen kislány. És az az érdekes, hogy körülbelül utána számolva 2-3 hét múlva meg is fogadta a mi gyermekünk. És akkor hát ugye ment a várandóság, egyébként így visszatekintve teljesen eseménytelen volt, szinte minden úgymond tökéletes volt, de én ilyen szorongóbb vagyok, meg hát nem vagyok mai csirke sem, szóval így ott volt, hogy hát ez már idős terhesség, ott voltam a határon, úgyhogy mindent megcsináltattunk a világ összes lehetséges tesztjét, hogy megbizonyosodjunk, hogy ugye az életkorral felmerülő kockázatok azok nincsenek meg. De soha nem volt semmi baj. Úgyhogy igazából így nem nagyon történt semmi érdemleges a várandóság alatt, annyi még, hogy igazából nem éltem én ezt annyira át. Egyrészt ezek miatt, a szorongások miatt, úristen, mi lesz? Én tudtam, hogy nem vagyok öreg úgy testben, de a társadalomnak, meg hát a nőgyógyászati szakmában az én korom az öregnek számít, kész, ez van. Úgyhogy azért kaptam ezt, hogy hát ebben a korban, hát előbb kellett volna, hát. Jó, oké, előbb. És akkor így kacérkodtunk a gondolattal, hogy akkor magán intézményben, főleg én kacérkodtam vele, hogy ott szüljek, mert hogy ott azért úgy figyelnek. Tehát fizetsz azért, hogy figyeljenek rá, de cserébe figyelnek rád, meg bevonnak a döntésekbe, meg mit tudom én. Csak hát itt annyi technikai probléma van, hogy ugye most itt vagyunk egy szép kelet-magyarországi nagyvárosban, hogy a legközelebb ilyen intézmény az Budapesten van, 2 óra kocsival. És akkor végül is ilyen racionális okokból, meg hogy a páromnak a szülei mind orvosok, egyikük a kórházban egyébként, mondták, hogy hát akkor ebben a megyei kórházba kellene, mert hogy itt minden van. És egyébként elérhető távolságra van is. Hát tényleg ugye, mi a fontos ilyenkor? A gyerek. Ugye van újszülött intenzív osztály, és akkor mondom, jó, akkor legyen ez a kórház, végül is a lényeg, hogy a gyereknek ne legyen baja. És akkor 36. héttől elkezdtünk oda járni, ugye az NST-k, meg várandós gondozás, sőt, szülésfelkészítő tanfolyam is volt, és akkor bemutatták a szülőszobát, meg lehetett nézni, és nem tűnt rossznak, hát volt kád, volt feedball, volt bordásfa, zuhanyzó, tágas volt az a szülőszoba, amit bemutattak, mint később kiderült. Nyilván gondoltam, hogy nem az összes ilyen, de hogy így ebből egy darab van, és ez sem csak úgy van, hogy bárki bemehet, tehát ezt nem tudtam. Ott nyilván a szép részét mutatták be. Ott ugye, mivel nincs választott orvos, mindig máshoz kerültem, tehát körülbelül 11-szer voltunk, ugye az NST-k, meg ultrahangok, meg mindennel együtt, és mind a 11-szer más orvos volt, úgyhogy már az összeset ismertem nagyjából, és tudtam, hogy ki az, akihez nem akarok kerülni, ez így a 90%-a volt az orvosoknak körülbelül.
De azért volt remény, mert volt egy-kettő, és az az érdekes, a női orvosok, akik, most nem akarok így szexista lenni, hogy férfi fúj, de tényleg, tehát a férfi orvosok, az idősebbek, az katasztrófa volt. Az egy dolog, hogy senki nem mutatkozott be, egyetlen egy női orvos volt, aki bemutatkozott, és megkérdezte, hogy hogy vagyok, mondom, na, egy pozitív élmény, de így senki más, tehát így ez nagyon durva volt így megtapasztalni, hogy milyen generációs, meg nemi különbségek vannak. És mindezt úgy egyébként, hogy nekem az apósom főorvos abban a kórházban, csak egy másik osztályon, és ezt így a várandós gondozások alatt talán egyszer használtuk ki, amikor szó szerint 4 órát vártam arra, hogy az NST eredménnyel bejussak az orvoshoz. Ugye februárban, influenza szezonban 50 ember között ülni, akkor 4 óra után mondta, akkor már férjem, ja, már igen, egy esküvőt is lehoztunk a várandóság alatt gyorsban, hogy na jó, ezt nem bírja, felhívja az apját, mert ő már idegbajt kapott, és akkor felhívta apukáját, és 5 perc múlva kinyílt a rendelő ajtaja, és szó szerint a nevemet szólítottak, és behívtak, és mondta, ezt nem hiszem el, hogy ez kell hozzá, tehát, hogy borzasztó. Már túl voltunk a 40. betöltött héten, ugye akkor minden nap kell menni a estére, és egyik reggel indulunk. Jó, öltözködöm, mondom, huha, hát itt van valami vérzés, és olyan pánikba estünk a férjemmel, hogy szaladgáltunk céltalanul a lakásban, hogy úristen, most mi van? Mint a kis hangyák így föl le, és akkor jó, akkor üljünk be a kocsiba, és menjünk. Jó, akkor menjünk. Hát normál esetben 45 perc az út, ez most 25 perces lett, úgyhogy elnézést mindenkitől, akivel aznap reggel találkoztunk az úton. Beértünk, az a lényeg, és ott meg mindenki olyan nyugodt volt, hogy ez így természetes. Persze, hogy vérezgetnek a kismamák. Mi meg ott így, Jézusom, Úristen. És akkor is apósom ott telefonált, megint hamarabb behívtak. Ahhoz az egyetlen orvoshoz, aki bemutatkozott, ahhoz a nőihez, és akkor mondja, hogy hát igazából még épp hogy csak elkezdődött, haza lehetne menni, de ő inkább azt javasolja, hogy maradjak. Mondom, de hogy akkor így meddig fog tartani? Hát azt mondja, vagy 10 óra, vagy 3 nap. Mondom, jó, de ha 3 nap nem lenne jobb otthon? És mondja, de hogy nem lehet tudni. Ugye én ilyen sportolói mentalitással vagyok, hogy mondja meg, hogy mit kell teljesíteni, hogy ez meddig fog tartani, és akkor én ide addig beosztom az erőt, hogy akkor majd a végén, hogy akkor tudom mentálisan, hogy addig tart. És ez egy olyan helyzet, ahol ez nincs. És akkor mondom, jó, hát akkor lehet, hogy inkább hazamennék. De hogy akkor a gyereket veszélyeztetem, mondom. Na, ki mondta a varázsszót, jó, akkor maradok, legyen. És akkor ott megfigyeli, és nem nagyon haladt előre. Jött egy orvos, hogy hát egyébként, ha szeretném, ő megcsászároz, mert most éppen szabad a műtő. Hát mondom, amúgy nem vagyok ellene, tehát hogy nekem nincsenek konkrét elképzeléseim, de mondom, most csak így, azért ez egy kicsit durva, így rátörni a gyerekre az ajtót, amikor még nem akar kijönni, mondom. Azért még várjunk egy kicsit, ha lehet. És akkor... hát ugye tehetek az órák, és hát tényleg nem történt semmi. Akkor másnap behozta a férjem a horgolást, horgolgattam teljesen az időt, tényleg nem történt semmi. Elfogyott a fonal, amit hozott, és így, hát mondom, hogy ez így fáj. És onnantól kezdtek eljönni a fájások, nagyon vicces volt, megvárta a gyerek, amíg befejezem a kis horgolást. És akkor bejött a férjem a látogatási időben, és így mondja, férjem, menj el zuhanyozni. Mondom, biztos, hogy nem megyek el zuhanyozni, mert olyan volt a fürdő, hogy a legmagasabb pontján volt a lefolyó, és 5 percig zuhanyoztál, és 20 percig töröltél fel. Mondom, én nem fogok itt takarítani, tehát hogy ez biztos, hogy nem fogok lezuhanyozni, nem érdekel. És mire ezt a vitát lefolytattuk, már jött is le a doktornő, mint később kiderült, ő egy szakorvos jelölt női doktornő volt, aki végül az én szülésemet is vezette. És tényleg nagyon kedves volt, bemutatkozott, köszönt, tehát ilyen apróságok, és elmagyarázta, hogy most mit fog csinálni, mit fogok érezni, mikor látta rajtam, hogy hát nem olyan kellemes, bocsánat, de hát ez ilyen, bocsánat.
És akkor mondta, hogy hát két új, akkor megyünk szülőszobára. Kaptam egy szülőfülkét, tehát szülőszobának nem nevezném, mert annak általában van négy fala és ajtaja, de ennek így nem volt. Három fala volt, meg egy függöny. Hát annyit mondtam, hogy szeretnék a kádban vajúdni, ha már ott megmutatták a szülés felkészítőn, az milyen jól nézett ki ez a szoba. Hát ez azért nem úgy van az. Mondom, jó, akkor hogy van? Hogy annak feltételei vannak, de az nem derült ki, hogy mi. Fú, mondom, ez már jól kezdődik, akkor jött egy nővér, hát nem tudom, hogy tanuló volt, vagy friss, szétszúrta a vénámat, tehát semmi jóra nem lehet számítani. Úgyhogy kimentek, hívtam a férjemet, mondom, csinálj valamit, mert ez katasztrófa. 20 perc múlva megjelent apusom, már otthon volt, tehát ez már ügyeleti idő, visszajött, beöltözött orvosnak, bejött a szülészeti folyosóra, ahol egyébként senki nem jöhet be, aki nem szülésznőgyógyász, és ott elkezdett ott duruzsolni, ugye nővérkéknek, szülésznőknek, hogy itt van a menyem, hát valami, legyen már, nem tudom. Egyből kedvesebbek lettek, tehát az tény, onnantól kezdve nagyon kedvesek voltak. De azt még neki se sikerült elintéznie, hogy ebbe a kádas történetbe bejussak, mert kettő szülészeti folyosó van, az egyik felújított, a másik kevésbé felújított. Az, hogy melyikre kerülsz, az random. Tehát az egyik is van, az egyikre kerül, a másik a másikba, és így, tehát így váltogatva. És nekem nem volt szerencsém, úgymond, nem arra a folyosóra kerültem, ahol vannak ezek a hiper-szuper szülőszobák, hanem a rosszabbikra. Úgyhogy ez van, és hát nyilván nem akarnak kettő szülőszobát takarítatni, úgyhogy nem mehetek át. Hát mondom, ez csodálatos. Úgyhogy ott a szülőágyra voltam gyakorlatilag kényszerítve, ami nekem nagyon kényelmetlen volt. Főleg emiatt szenvedtem az elején. A fájások még úgy elviselhetők voltak. És akkor jött a szülésznő, hogy hát nem haladunk, akkor lehet, hogy visszamegyek osztályra. Mondom, én nem megyek. Mondom, én itt szülni fogok valamikor, de vissza nem megyek az osztályra, és akkor így utólag belegondolva, ez valószínűleg ez jogosította fel, hogy utána mindent adott, amit csak lehet, de tényleg mindent, ami meggyorsítja az égvilágon mindent. És akkor mondja, hogy hívja a főorvost. Akkor jött a főorvos, és hát ő egy idősebb úr volt, és hát a szokásos, hogy megvizsgál, csak valahogy nagyon fájt ez a vizsgálat, és így mondtam is neki, hogy ez most fáj, és akkor ez a gusztustalan kaján mosoly, hogy csak segítek magának, és tudod, amikor így mondom, de ki kérte, tényleg? A, nem kértem, B, kérdezze már meg. És akkor ott mondtam, szóltam megint apósomnak, ott kint volt a folyosón, mondom, intézte, könyörgöm, hogy az a hölgy, a női orvos, ő jöjjön be, ez be ne jöjjön még egyszer. És akkor ott megint ment duruzsolni, tehát apósomnak nagyon jó dumája van, ott minden nőt ott kenyéreket. És akkor onnantól kezdve ez a szakorvos jelölt hölgy jött be, és hát tényleg ég és föld. És akkor mondta, hogy akkor ez fog történni, az fog történni. Még egyszer bejött a főorvos, hogy jó, 9-kor adjuk az oxitocint, rendben. Mondom, és ez mit jelent? Hát, hogy akkor elindulunk. Jó, hát végül is. Azt tudtam, hogy sokkal jobban fáj, ezt így mondták. De ezt nem tudod, hogy mit jelent, amíg nem kapod ezt az oxitocint. Hát az úgy kemény volt. Nyilván epidurára nincs lehetőség, egyébként nem akartam volna, mert az jobban taszít, hogy egy ekkora tűvel a gerincemnél ott matassanak, de hogy nincs rá lehetőség, mert nincs elég altatóorvos. Ami szerintem felháborító egy megyei kórházban, ahol a világ összes osztálya megvan, ami létezik. Úgyhogy így eltelt 2 óra körülbelül, és akkor így, tehát így mondom, én nem vagyok ősony, fogalmam nem volt, hogy mi lesz. És egyszer csak mondtam így out of the blue a férjemnek, hogy most itt nyomni fogok. Tehát hogy így valami megszállt, hogy én most vagyok ősanya, és én most tudom, hogy mit csinálok tényleg. És akkor mondja, hogy jó, akkor szól valakinek. És akkor jött a szülésznő, jött az orvos, meg még 4 másik ember, mindenki nő volt, tehát hogy így ott voltak a lábam között, így nem is tudom, 5-en körülbelül, vagy 6-an, és akkor mondták, hogy na, akkor nyomjak. És így előtte megkérdeztem, hogy és hányat kell nyomnom? És akkor mondták, hogy körülbelül 4-et. Na jó,
az meg lesz. És a harmadiknál már így megvolt a gyerek, de hogy az nem is fájt, tehát semmi. Így egyszerűen valami így bekattant, tényleg ez így be van kódolva az a nőkbe. Tehát tényleg én vagyok az anti-ősanya. De hogy ott, így valami volt. És én így megszületett, és így nézem így a lábam között, mert ugye csak úgy lehet szülni, hogy fönn van a lábad, ez is, nem mindegy. Gravitáció nagy segítsen véletlenül. Nézelődök, mondom, hol van már? Hallom a hangját, egy kis lábat látok, egy kis kezet, izé, és akkor így rám teszik, és egy kis lila valamit. És nézem, mondom, úristen. És így kicsit átszelemültem, de még nem nagyon, mert hogy ott voltak hatona lábam között, és mindenki csinált valamit. És akkor nem tudom, mennyi időt telhetett el. Mondták, hogy azt tudom, hogy férjem sírt, kicsit én is sírtam, de nem is az, hogy így sírtam, hanem így nem tudtam, hogy mi van, hogy az előbb még fájt, és most itt semmi. Mintha megszűnt volna minden. Semmi nem fájt, pedig gátmetszés is volt. Semmi nem fájt, csak így ott voltam, így levegtem, és mondták, hogy elvinnék a gyereket lemérni. Hozzák vissza, hogy rám teszik, mondom, hát tegyék már a férjemre. És akkor néznek ilyen ítélkezve, hogy de miért? Hát mondom, egyrészt azért, mert még így hárman vannak a lábam között, nem tudok átszellemülni, másrészt ő erre készül 9 hónapja, a szőrkontaktusra, tegyék már rá. És akkor odaadták a férjemnek, ő önállósította magát, elment egy másik szülőfülkébe, lefeküdt egy szülőágyra, csupasz mellkasára tette a gyereket, és ott így szelfizgetett, és teljesen átért a pillanatot. Engem meg nem tudom, szerintem vagy 20 percig varhat, nagyon sokáig vartak. Még meg is kérdeztem, mondom, mi történt? Mondom, mennyit vágtak itt, vagy mit? Ja, nem sokat, csak hogy így alaposan van. És egyébként kiderült, hogy tényleg, tehát, hogy nem hímző szakkör volt, hanem hogy olyan szépen varta ez a szakorvos jelölt hölgy, hogy utána egyébként az orvos, aki vizsgált hazaengedésnél, észre se vette, hogy kátmetszés volt. Tehát, hogy annyira szép elvileg, hát nem nézegettem, nem tudom megítélni, de hogy elvileg nagyon jó. És akkor, mikor befejezték, mindenki elment végre, és akkor így átszóltam neki, hogy nem úgy így visszahozhatnád már a gyereket, meg visszajöhetnél, vagy valami. És akkor átjöttek, ott úgy együtt, ott kis család, nézegettük, mit csináltuk, olyan szép, jó Istenem, tudod, átértük a pillanatot. Emlékszem, fekszem az ágyon, nyilván 5000 lumennyi neonfényben, tehát azért annyira nem volt ilyen intima dolog. Itt a gyerek, itt próbálom szoptatni apuka mellette, nézi, ott átszellemülten, és így mondom neki, hogy figyelj, én most el fogok ájulni. Nem ájultam el szerintem teljesen, de nem tudom, csak így félig. Jönnek, lerántják rólam a leplet, és így ömlik belőlem gyakorlatilag a vér. Próbálnak vérnyomást mérni, de azt már csak így hallottam, hogy nem tudok vérnyomást mérni. Így kifeszítve, ebbe valami 3 dolgot raktak infúzióba, ebbe is kötöttek, ebbe is, és közben így már megint 6-an sürögnek, forognak, én csak így félig vagyok ott, és valaki mondja, hogy anyuka, ne csukja le a szemét, maradjon velünk. És akkor kiderült, így utólag, hogy azért az oxitocinnek van egy ilyen mellékhatása, hogy így szépen így elvészik az ember alattomosan. És akkor ott mindenfélét csináltak, hogy ez helyre jöjjön. Én nem tudom, hány liter infúziót csöpögtettek belém, de ott azért sürgődöttek egy darabig, és akkor utána úgy nagyjából úgy helyre jöttem színileg, vettek közbe vért, hogy megnézzék, hogy mennyire rossz, és akkor visszajött az eredmény, és mondták, hát ez nem is olyan rossz, de én éreztem, tehát, hogy szarul voltam, nagyon szarul voltam, nem tudtam felülni, szédültem folyamatosan. És akkor ott fekszem, infúzió, az még mindig csöpög belém, az egyik karomban, a másikban, meg úgy tették be, hogy nem tudtam behajlítani, tehát így feküdtem, mint nem is tudom, valami nyomorult. És akkor hozza a nővér a gyereket, és mellém rakja a kiságyba. Ami amúgy babaöböl is lehetne, de ez kiságynak volt. Tehát, hogy azért küzdjél, hogyha ki akarod venni. És oda rakja mellé, így fekszem, mondom, hát most így mi lesz? És ott hagyott.
Hát mondom, ezt így egyedül nem tudom megoldani, akkor csöngettem a nővérnek, mondom, legyen kedves, tegye már ide mellém, mert nem tudok benyúlni a gyerekére. És így ott itt volt a gyerek, és így feküdtem az éjszaka további részében, így csak néztem, nem mertem megmozdulni, nem mertem elaludni, semmit nem mertem. És amikor reggel bejöttek, már megint egy csapatnyi ember tényleg, bejött egy nőgyógyász, egy osztályos nővér, egy csecsemős nővér, egy neonatológus, egy védőnő és egy laktációs, tanácsadó, vagy nem tudom mi. Bejöttek hatan, csak hozzám, és egyszerre elkezdtek beszélni. És én mondom, ez csodálatos. És akkor még mondta a védőnő, hogy de álljak ki magamért. Na jó, oké, 24 óráig nem aludtam. Az elmúlt 12 órában szültem egy gyereket, kivéreztem, itt fekszem még az izzadságban, a vérben, az összes vizeletem itt lóg mellettem. Hullafáradt vagyok, nem tudok semmit se csinálni, de álljak ki magamért, de tényleg? És akkor így ott volt az a pont. Kimentek, mondom, jó, hát itt nem számíthatok senkire, tehát itt nekem ezt most meg kell magamnak oldani, mert ez a gyerek, ez ugye rám van utalva. Tehát, hogy csak ketten vagyunk. Ráadásul ugye látogatási tilalom volt, influenza járvány aznaptól, mikor máskortól. És akkor mondom, jó, hát akkor gyere, akkor tisztába teszlek. Kivettem a gyereket, megpihentem. Fogtam a kis zacskót, átmentem a pelenkázóhoz, fölakasztottam, letettem, megpihentem. Tehát egy ilyen 25 percig eltartott ez az egy darab, az első pelenkázás. Életemben nem pelenkáztam meg gyereket, ezt már megmondom. És akkor onnantól kezdve mondom, itt jöhet bármi, mindent megcsinálunk ketten, mindent. De én annyira, tehát annyira kétségbe voltam esve ott előtte, hogy annyira ki vagyok szolgáltatva, és nem jön senki segíteni, és hiába hívom a nővért, az csak lecsesz, hogy nekem föl kéne állnom, mert hogy nem olyan szarok az eredményeim. Fú, az nagyon rossz volt. Az nagyon rossz volt. És akkor utána egyébként jött egy orvos, és mondtam neki, hogy kérjünk még egy labort. Mert mondom, nincs ez az Isten, hogy ilyen eredményekkel én ennyire szarul vagyok. Kértek, és akkor derült ki, hogy hát sokkal rosszabb. Tehát, hogy mások már vért kapnak ennyi vérveszteség után, és engem meg ott basztatnak, hogy álljak föl, és csináljam, és izé. És fú, az nagyon rossz volt. Volt egy orvos, aki felajánlotta ezt a császárt nekem, azzal találkoztam a hazaengedés napján. És akkor jött, megkérdezte, hogy és ügyes volt? Mondom, tudtam egyébként, hogy ez mit jelent, azt tudom, hogy minek a szakzsargonja. Mondom, hogy érti? Hát, hogy természetesen szült, mondom. Túlzás, hogy természetes, tehát az a sok cucc, amit adtak, mondom, igen, vaginálisan szültem, hogyha erre gondol. Jaj, nagyon ügyes volt, nagyon ügyes volt. Fú, nem, meg tudtam volna csapni egy péklapettel tényleg. Tehát, én oké, én nem lettem császáros, de ez miért ügyetlen, akit császármetszéssel szült, az miért ügyetlen? Meg utána az orvos, aki ugye nem vette észre, hogy gátmetszés van, az is mondja, hogy milyen ügyes volt, hogy nem kellett gátmetszés. Hát mondom, mert ez tényleg azon múlik, hogy az ember milyen ügyes. Hozzáteszem, ebben a kórházban rutin a gátmetszés. Tehát én is kérdeztem, hogy esetleg gátvédelem nem akarhatja, hogy szakadjon. Hát mondom, azt nem is akarom, de gondolom van a kettő között is, tehát a szakadás, a vágás között is van valami, amikor így egyik se történik, gondoltam én. De hát itt ez nem opció. És akkor azt mondja nekem, hogy ügyes vagyok. Mondom, igen, az vagyok. Ez egy kicsit ilyen degradáló a másik felé. Tehát, hogy én megítélem, hogy amit te csinálsz, az milyen. És én ezt ugye meg tudom ítélni, hogy ez most jó vagy nem jó. És ezzel az, hogy azt mondom neked, hogy ügyes vagy, ezzel én föléd helyezem magam. És ez szerintem borzasztóan nincs így, főleg egy férfi szájából. Tehát amikor azt mondja, hogy ügyes vagyok. Ugye nagyon sok szülést látott, persze megítélni. Én is nagyon sok kerékcserét láttam a Forma 1-ben, de nem tudok kereket cserélni. Ugyanúgy, ahogy ő se tudna
szülni. Tehát szerintem ez borzasztó, ez az ügyes vagyok, ez egyszerűen kiresztül a hideg. Úgyhogy azt azért egy kicsit sajnálom, hogy nem volt ez jobb, meg nem erősködtem, hogy akkor, de mégis ne legyen oxitocin, hadd vajúdjak, vagy hadd menjek eleget tusolni, vagy bármi. De nyilván első bálozó az ember nem tudja, hogy mi van. Meg kimondják azt, hogy de hát a gyerek érdekében, hogy neki sokkal jobb, hogy ne veszélyeztessük, és szerintem ez az a kártya, amit azért kijátszanak, talán akkor is, amikor nem kell, mert ugye erre ugrik a kismam, hogy csak a gyereknek ne legyen baj, csak a gyereknek ne legyen baj. Szerintem legalábbis a legtöbben erre ugranak, és akkor bármit megengedsz, vagy bármit megcsinálhatnak veled, mert hogy csak a gyereknek ne legyen baj. És akkor később így belegondol, hogy hát lehet, hogy nem kellett volna, lehet, hogy máshogy kellett volna, lehet, hogy jobban kellett volna kiállni az embernek magáért, de ez nem az a helyzet. Ez egyáltalán nem.